A csapadékos időjárás ellenére jó évet zárt a gyulai turizmus 2014-ben. Ennek az egyik legfontosabb mérőszáma a vendégészakák emelkedésének aránya, ami tavaly 16%-os volt az előző évéhez képest. Ez azt jelenti, hogy az összes szálláshelyen mintegy 430 ezer éjszakát lehet számolni. Egy vendég átlagosan 3,7 napot töltött el a fürdővárosban, ami valamelyest magasabb az országos átlagnál. A megoszlás tekintetében a vendégek közel 90%-át a belföldi turisták teszik ki, a fennmaradó 10% pedig a külföldi. A legnagyobb számban a romániai vendégek választják Gyulát. A számadatok emelkedésének több összetevője is van. Elsősorban az akvapalotának köszönhető, hiszen ez egy nagyon hiánypótló termék volt már Gyula turisztikai piacán. Így négy évszakos, négy generációs fürdővé vált a gyulai várfürdő, és a szezonon kívüli időszakot nagyban erősítette és befolyásolta ez a szabadidős lehetőség. De ezen kívül természetesen a színes, széles programválasztéknak, a rendezvényeknek is köszönhető az, hogy Gyulán évről évre több turista fordul meg. Ahhoz, hogy Gyula megőrizze a jelenlegi pozícióját, illetve hogy javítani is tudjon rajta, már most el kell kezdeni a további fejlesztési lehetőségek feltérképezését. A fontos szakmai célkitűzésünk, hogy megalkossuk Gyulaváros minimum középtávú gyógyhelyfejlesztési stratégiáját, turisztikai koncepcióját, amelyben olyan termékfejlesztési célok kerülnek meghatározásra, ami elősegíti a város későbbi nemzetközi piacra vitelét. Olyan termékek kialakítására szeretnénk egy konszenzusos, döntésen nyugvó szakmai programot letenni, amelyek a későbbiekben is hosszú távon fenntarthatók lesznek. Ide külföldről hosszú távon tömegesen turistákat vonzanak. A turisztikai hivatal tervei között szerepel, hogy tovább nyissanak a külföldi piacok felé, ami jelenleg elsősorban a szerbiai turizmus erősítését jelentené.